Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, a második kérdés pedig az, hogyan érzi magát, milyenek az érzelmei, a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni irányodban. És itt látható, hogy van még egy negyedik kártya, ami utal a jelenlegi helyzetre, vagy mutatja azt, hogy mi köt össze benneteket. Mielőtt mutatnám a kártyák jelentését, elmesélném azt, hogy a mai napon megérkezett egy csomag, és abban voltak a magyar kártyák. A férjem az tulajdonképpen német, tehát ő nem ismeri a magyar nyelvet, de mutattam neki azt, hogy Magyarországon korábban másképp írtak, tehát van egy ilyen régi írásmód, és ezek a betűk. Ez annyira tetszett neki, és ő úgy gondolta, hogy ezek a betűk hasonlóak, mint a rúnák, hogy meglepett most engem, hiszen készített ő saját maga egy kártya csomagot, és ma érkezett meg a nyomdából. Így néznek ki a kártyák, és itt a háttér. Ezekkel a kártyákkal fogok dolgozni, ezek mutatnak bizonyos betűket, de vannak jelentései is, és remélem, hogy tetszeni fog ez nektek, majd írjátok le a véleményeteket a kommentárba. Egy videót már készítettem ezekkel a kártyákkal, olyan türelmetlen voltam, hogy alig tudtam kivárni azt, hogy dolgozhassak ezekkel a képekkel, ezekkel a kártyákkal. És most megtekintjük a három kérdőjeles jóslást. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata, mik az ő tervei. Itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek el tudnak távolítani bizonyos negatív gondolatokat, mint például, ó, ez úgysem fog sikerülni. De az egerek más dolgokat is el tudnak távolítani, pénzt, vagy a munkahelyet, vagy úgy érzi, hogy te távolodsz el tőle, és vannak félelmek, hogy elveszít téged. Az egerek itt azt is jelenthetik, hogy valaki kihasználja őt, vagy rabolja az idejét, az energiáját, és mivel itt megjelennek az egerek az ő gondolataiban, ezen ő töpreng. Ó, bocsánatot kérek, a kávés gép az így magától tisztítja, úgyhogy bekapcsolt így magától. Ez, ami így a háttérben hallható. Ha nincs kikapcsolva a kávégép, akkor így magától tisztít. Szóval, akkor már megbeszéltük az első kérdést, áttérek a második kérdésre, hogy milyenek az érzelmei. Te itt megjelensz az ő érzelmeiben. Gondol rád, de nem mondja ki, hiszen ezeket a mély érzelmeket, ezt a szerelmet, ezeket az érzelmeket ő eltitkolja, hiszen az egerek a gondolatában eltávolítják ezt a témát, ami azt jelenti, hogy ő nem beszél érzelmekről. És kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt láthatóak a gólyák, és a gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet költözködés, vagy egy kisbabának a születése is, tehát ő tervez veled
egy közös jövőt, szeretné azt, ha megváltozna a helyzet. És itt ez a kártya jelenti az aktuális energiát, vagy azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt utazás látható. Lehet, hogy ez egy külföldi kapcsolat, vagy hogy ő most külföldön van. Azt is jelentheti, hogy mozgásba jön, meglátogat téged. Vagy tervez veled egy közös utat, vagy egy közös nyaralást. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!